A Veszprémi Petőfi Színház a költő Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából állította színpadra a Petőfi fiút. Kíváncsiak voltunk, mit gondolnak az alkotók Petőfi Sándorról, és hogyan telt a próba folyamat. De nem csak az érdekelt bennünket, mit gondolnak az alkotók, a közönség véleményére is kíváncsiak voltunk. Nálunk a Petőfi Sándornak a léte, meg létezése, vagy velünk való együttléte, az nem most kezdődött, és nem január 1-ével, ugye van Petőfi Fi Akadémiánk is, meg minden hozzá kötődik, a szobraink itt vannak, az én irodámban is ott van, úgyhogy együtt létezünk vele, most felerősödött a vele való együttlétezésünk, közösségünk, a gondolkodásunk, tényleg minden nap itt azt nézzük, hogy ő hogy gondolkodott, hogy élte meg ezt a magyar történelmet, és hogy micsoda erő és indulat volt benne, és ez olyan hihetetlen, hogy ez 26 év alatt történt meg. Ami kérésünk arra vonatkozott, a Topolcsányi Laura írta ugye a szövegkönyvet, hogy mutassuk be azt a Petőfit, aki elindul az úton, és aztán megérkezik a forradalomig, de minket ez az út érdekelt. És Szomor Györgyre meg azért gondoltunk, mert őt ugye korábban számtalan musicalt írt, már megismertük az ő szívét. Amikor elkezdtük, akkor azt gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz, és egyáltalán hogy jövök én ahhoz, hogy Petőfi csodálatos verseihez hozzáadjam az én sajátomat, de aztán rájöttem, hogy színészként is ezt teszem. Ugyanis amikor verset mondunk, és Petőfi verset, előveszünk egy Petőfi verset, elolvassuk, megértjük, átengedjük a saját magunkon, az érzelmeinken keresztül, és így közöljük. És arra gondoltam, hogy nekem nincs más dolgom, mint hogy ugyanezt megtegyem. Ismerünk olyan embereket, akik érzik a saját halálukat, tudják, hogy fiatalon halnak meg, és Petőfi ezzel a gondolattal meg volt áldva, vagy átkozva, hogy ő tudta a jövőt. Talán a nézőknek tudunk olyan pillanatokat felvillantani a költő életéből, amikre lehet, hogy előtte nem gondoltak olyan hangsúlyosan, vagy nem tudták, hogy mi miből fakad, vagy mi miért motiválta őt. Petőfi apjáról sokat tudunk, másrésztről pedig a verseink keresztül próbálta megközelíteni, de az egész 3-4 mondat. Úgyhogy azon belül kell, 3-4 mondaton belül ábrázolni kell egy apát, ki szereti a fiát, mert Petőfinek a verseiben is rengetegszer jelenik meg az anyja, apja, a szeretet. Azért is ilyen termékeny szerintem, mert a szeretet adja neki ezt a sok erőt. Nem egy szerepet játszom a darabban, hanem kettőt. Van egy Andor, színész, és utána a színpadon változok át apává. Ez is egy külön élmény számomra. A színpadon rakom fel a bajuszt, kalapot, ruhát cserélek, és átlényegülök. Ez egy külön kihívás az embernek. Szerintem nagyon jó. Hát ez egy óriási felelősség és óriási lehetőség, hiszen Petőfinek a bicentenáriumában, itt a Petőfi Színházban játszani Petőfit, én ezt még azóta se fogtam fel, tulajdonképpen sodródunk az eseményekkel, de hát az egész alkotó folyamat, ahogy már hallottam a szerzőktől is, olyan volt, hogy ez nagyon, nagyon nagy tisztelettel nyúlt hozzá mindenki Petőfinek az életművéhez és a költészetéhez, és én bízom benne, hogy egy csoda született itt most. Nagyon szerettem mindig is, én az első piros pontomat azt hiszem, hogy általános iskolában a János Vitéznek az egyik strófájára kaptam. A lelkem szerint ugyanolyan forradalmár vagyok, és a szabadságvágyom az rendkívül erős, az igazságérzetem nagyon erős, tehát hogyha úgy érzem, akkor nagyon tudok tipródni belül, de persze teszem én a dolgomat, csak tudom, hogy mire gondolt és mit érzett Petőfi, azt hiszem. Én azt gondolom, hogy ezt az előadást bárki megnézheti, illetve minden korosztálynak ajánlott, és nem kell hozzá semmi, csak egyszerűen engedni, hogy a költészet ereje elérje a szívüket a zenén keresztül és a kedves kollégák játéken keresztül. Melyen által lelked
Ötren a legkevésbé megosztó egyénisége a magyar irodalomnak, Pető egy szabadság szimbóluma. A szabadság költője, a szerelem költője, igazából nem lehet belekötni, tehát ő az örök ifjú, aki az életét adta. Engem érdekelnek alapvetően a színpadi verziók, én egy színházba járó ember vagyok. Hát, hogy Petőfi életéből mit lehet csinálni a színpadon, az meg különösen érdekel. Kedveltem, mert én ilyen jobboldal érzelmű vagyok, és én szeretem az olyan magyarokat, akik sokat tettek az országért, gyarapodásunkért, függetlenségünkért. Szeretem a költészetét Petőfi Sándornak, és most nagyon sok Petőfi Sándor életével kapcsolatos regényt olvasok, ezért mindenképp szerettünk volna eljönni erre az előadásra. Nagyon kedvelem Petőfi Sándort, a gyerekkori iskolai emlékeim jutnak eszembe, én nagyon szerettem az irodalom órákon is róla tanulni, úgyhogy ezért vagyok ma itt, mert érdekel, hogy mit hozott ki belőle a Veszprémi Színház. Azért vagyok kíváncsi, hogy most hogy látják Petőfit, mert azóta már, amióta én iskolába találkoztam vele, először eltelt 50 év, és, vagy 60 is talán, és azért kíváncsi vagyok a mai nemzedék hogyan látja Petőfit, mert azért változik a világ, a környezet. Nagyon szeretem. Tanítottam is, tanítóként dolgoztam, és nagyon kedvelem. Megvan a kötete, szeretem a verseit, úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel jövök, hogy vajon milyen lesz a darab. Ha önöket is érdekli, hogy a Veszprémi Petőfi Színház színpadán hogy szólal meg a Föltámadott a tenger, vagy a szeptember végén, vagy csak érdekli önöket Petőfi Sándor életútja, akkor jöjjenek el és nézzék meg az előadást.